Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. A címét tetszenek ismerni, és hát ki is van vetítve, ugye egyház történelem a proféciában. Ez lesz a mai témánk. Nem kell megijedni, nem annyira a történelmen van a hangsúly, van, akik nem szeretik, tudom, a történetnek száraznak tartják, ez nem lesz az. De majd tetszenek látni, mire a mai témánk végére érünk, hogy itt csak ugyan az egyház történelmek egy viszonylag hosszú szeletét, időben hosszú szeletét dolgozza fel. Jelenések könyvének a 12. fejezete, mert valójában ez a témánk, hogyha a Biblia oldaláról közelítem meg, amit itt felül tetszenek látni. Annyit hadd mondjak el talán bevezetésül, hogy jelenések könyvére már többször hivatkoztunk a sorozatunkban. Ma tehát egy fejezetét egészében fogjuk áttekinteni, és hogy el tudjuk helyezni ezt a fejezetet, szeretném elmondani, hogy jelenések könyve egy olyan könyv a Bibliának, amely teljes egészében csak proféciákból áll, és más nincs benne. Ennyiben egyedülálló. Ha tetszenek emlékezni, mikor legutóbb Dániel könyvéről esett szó, ugye a múlt heti adásunkon, a keddi alkalmon, akkor ott mondtam, hogy ott felváltva vannak történeti jellegű fejezetek és profétikus fejezetek benne, és ezek összefüggenek, kicsit olyan illusztráció jellegűek a történetek, megtörtént történetek, de alkalmasak arra, hogy illusztrálják a mondandót. Na, ehhez képest jelenések könyvében csak proféciák vannak, 22 fejezetből áll a könyv, és összesen 4 proféciát tartalmaz. Ugye ebből következik az, hogy több fejezet egy profécia általában. A 12. fejezetnél kezdődik a 4., az utolsó ilyen profécia, tehát egy proféciának az elejébe fogunk most bekapcsolódni, hogyha úgy vesszük. Rögtön rá is térnék tehát magának a fejezetnek a szövegére és a mondandójára. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Az asszony terhes volt, és akarván szülni kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy veres, vagyis vörös sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét. És a földre vetette azokat. És állt az a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. Az egyik azt mondja, hogy és láttaték nagy jel az égben, a másik, hogy láttaték más jel is az égben. Ugye a jelenések könyve, mint mondtam, csak proféciákat tartalmaz, a proféciákat pedig János apostol úgy nyerte el, hogy látomásokat kapott, tehát látomások formájában. A látomás azt jelenti, hogy az Isten olyan dolgot mutatott meg neki, ami nem látható természetes szemmel, más ember nem láthatta, egy olyan képeket látott. És ezért is ezek a bevezető megfogalmazások, fordulatok, hogy láttam az égben, láttaték, azaz mutattak nekem, ugye szenvedő szerkezet, hogy valaki megmutatott nekem valamit. Azt mondja, egyszer láttam egy képet, a lényege egy asszony volt, mert mindjárt visszatérek rá, azt mondja, hogy egy más dolgot is láttam. Tehát, mint hogyha két felé nézni, hogy egyszer ezt láttam, egyszer azt láttam, és utána kettő összetalálkozott, a kettő összekapcsolódott egymással. Mit látott az apostol? Akkor kezdem rögtön az elsővel, látott egy asszonyt, aki a napba volt felöltözve, a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében a 12 csillagból álló korona, ugye ezek a, hogy el lehessen képzelni, egy nagyon rendkívüli jelenség volt ez a dicsőség, ugye itt, hogy le van írva. És ami nagyon fontos, amit szintén kiemeltem, hogy ez az asszony, ez terhes volt, és szülni akart, és vajúdott, kínlódott a szülésben. Hát ki lehetett ez az asszony? Az asszony az a Bibliában jelkép, egy állandó jelkép, és ne felejtsük el, hogy most egy profétikus könyvről és egy proféciáról van szó, ahol elsődlegesen mindig jelképesen értendő, ami értendő, a jelképes értelemre kell figyelnünk. Tehát nem feltétlenül egy konkrét nőről van itt szó, egy emberi lényről, egy teremtményről, hanem valószínűleg a Bibliának a jelkép, ennek a jelképére hivatkozik ez a látomás is. Tudnék, a Bibliában visszatér, én azért nem is írtam igehelyeket, mert nagyon sokat írhattam volna, vagy kellett volna írnom, hogy Jézus Krisztus a vőlegény, és az ő jegyese, az ő követői alkotta embercsoport az egyház. Az asszony az mindig az egyház jelképe a Bibliában, ha jelképet jelent. Nagyon érdekes, hogy van pozitív és negatív megközelítése is. Van a gyorsba öltözött, tiszta, az erényes, az Istenhez hűséges egyházat képviselő, és azt szimbolizáló asszony, mint jelkép.
És van például a jelenések 17. fejezetében a parázna, a tisztátalan, a másokkal szövetséget kötő, az Istenhez nem hűséges asszony. Tehát attól függ, hogy milyen az egyház, annak megfelelően jelenik meg ennek a jelképnek a formájában. Az Ószövetségben például Izraelnek a két részre szakadt országa, és mindkét országnak az Istenhez való hűtlensége úgy kerül bemutatásra, mintha két erkölcstelen lány lenne, egy testvérpár, akik nem hűségesek ahhoz, akikhez hűségesnek kellene lenniük. Mivel egy proféciáról van szó, itt minden bizonnyal jelképesen értendő, tehát valamilyen egyházat képvisel ez az asszony, és ide írtam már tetszenek látni, hogy majd a folytatásból, nem akarok előreugrani, csak már most jelzem, majd figyeljünk erre, ki fog derülni az, hogy nem lehet szó természetes szeméről. Tehát jogos ez a feltételezés, hogy csak jelkép lehet, mert történelmileg évszázadokra, évezredekre rúgó szerepe lesz itt az asszonynak ebben a proféciában, tehát messze meghaladja egy emberöltő hosszát, amiről itt szó van, nem érthető természetes személyként, nem értelmezhető természetes személyként. Vajon mit jelent az, és egy kicsit visszatérek akkor magához a bibliai szakaszhoz, amit itt olvasunk, hogy terhes az asszony, és szülni akar, és kínlódik. Hát a hétköznap azt tudjuk, hogy mit jelent. De akkor a jelkép szintjén mit jelent vajon? Nagyon érdekes, mert a Bibliában ott van kezdettől, hogy az Isten megígérte, hogy születni fog majd valaki. Az asszony magvából, tehát természetes születésre nézve is, már mint a születése körülményei lesznek ilyen értelemben, anyától fog születni, természetesek. De olyan értelemben is, hogy azok között és azoknak fog megszületni igazság szerint a megváltó, annak a közösségnek, akik várják azt és akarják azt. Ugye például, amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor azt mondta az angyal a pásztoroknak, hogy született ma néktek a megváltó. Tehát én nem mindenkinek, de hát főleg azoknak, akik erre vártak, és akik ezt elvárták. Ugye a Bibliában olvasunk olyan kijelentést, hogy amikor betelt az időknek teljessége, akkor az Isten kibocsájtotta az ő fiát. Tudnék, hogy előre megígérte, és megtörtént, amit megígért, megszületett. Azt mondta Simeon például Jézus Krisztus születésekor, egy nagyon őszintén hívő ember, akinek kijelentette a Szentlélek, hogy az a gyermek, akit most bemutat a pap, úgy, ahogy szokták egyébként mindegyiket, az nem akármelyik gyermek. Azaz, akiről a proféciák szóltak, és azt mondta Simeon, hogy mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, tűnik, hogy már nagyon éltes volt, nagyon szép kort megért, és azt mondta, hogy most már nyugodtan megy el, mert meglátta a világ megváltóját. Nem felnőttnek még, tehát még nem élvezhette a tanításait és mindazt, amiből származik, de láthatta az ígéretet beteljesedni. Mit jelent tehát az, hogy szülni akart az asszony, és ez nem volt egy könnyű szülés, erre külön hangsúlyt tesz, hogy ebben az időben, amikor erre sor fog kerülni, igen rossz állapotban lesz az emberiség is, Jézus kora, a Római Birodalom és a társadalom állapota, és rossz állapotban lesz az egyház is. Akik olvasták a Bibliát, tudják, hogy hát elég szörnyű állapotok uralkodtak a zsidó nők körében. Mindenféle irányzatok voltak, mindig biblikusnak mondta magát, de lényegében egyik sem volt az. Tehát a lehető legrosszabb, legnehezebb időszak volt ez. A legfőbb ideje volt, hogy megszülessen a megváltó, és az igazán hűségesek, mint Simeon, akire hivatkoztam, vagy Anna, vagy Keresztő János szülei, tehát az a maradék, azok várták a megoldást, vajúttak, gyötrődtek, és egy ilyen közegben született meg aztán a megváltó. Nézzük tovább tehát, hogy ki az asszony, erről beszéltünk. A másik szereplőt mégiscsak annyit hadd mutassak meg, ha közben elfelejtettük volna, mi volt a másik látvány, ami az apostol elé tárult. Azt mondta, láttaték más jel is az égben, tehát azt mondja, ezt látta eddig, ezt a vajúdó asszonyt, ezt a tiszta és dicsőséges nőt, aki várta, hogy megszülessen valaki, és láttaték más jel is az égben, és ez egy vörös sárkány volt, akinek 7 feje volt és 10 szarva, megjegyzem, a 7 feje, 10 szarva az egy azonosítója, egy-egy ismér, Dániel könyvében már találkozunk ezzel, és majd Jelenések könyvében is fogunk vele találkozni, és az ő fejeiben 7 korona, és a farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét, és a földre vetette azokat, majd erre visszatérek, hogy ez mire utal a 4. vers első fele, és amiért olvasom, az a vége, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak a fiát megegye. Tehát ahogy megszületik az a gyermek, ne éljen tovább, tehát várta a pillanatot. Ugye, mire utalhat ez? Ki lehetett ez a sárkány? Nyilván jelkép, ugye, mert sárkányok nincsenek, tudtam már. A 9. vers, most egy picit előre szaladok, majd azért oda is eljutunk, azonosítja. Azt mondja, a nagy sárkány, a ma régi kígyó, azért is hangsúlyozom, hogy mintha ismerős lenne. Hát melyik az a ma régi kígyó? A legeleje, a legrégebbi, az Édenkert. A sátán,
aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát ez az, amiről beszéltem más alkalmakkor, hogy a Biblia előszeretettel használja jelképeket, az Isten a maga bölcsességében így döntött, de a jelképek miben létét vagy azonosítását azért nem hagyja szabad prédának, hogy szerintem ez, szerintem meg valami más, ez nem így működik. A Bibliában megvan az azonosítás is. Itt most szerencsénk van egész közel ugyanebben a fejezetben. Azt mondja, hogy az a nagy sárkány nem más, mint ugyanaz a valaki, mint az a régi kígyó, akit úgy ismerünk, mint ördög, vagy sátán. Majd erre vissza is térek, amikor odaérünk, hogy milyen nevei vannak sátánnak. Tehát sátánra utal, mi a szándéka ennek a kígyónak, vagy milyen ennek a sárkának, mi a szándéka ennek a sátánnak, az, hogy az annak fiát megegye, ahogy olvastuk. Tehát el akarja pusztítani, mielőtt naggyá lesz, ahogy megszületik. Az egy kegyetlen küzdelem, nem? Mikor valakit már úgy fogadnak, hogy ne tudja felvenni a harcot, meg se érje azt a kort, azt a képességet. Egyértelmű az utalás, azt hiszem, hogy akik a Bibliát kevésbé ismerik, azok is ismerik magát a történetet, hogy Heródes király hogyan rendelte el a betlehemi gyermekek lemészárlását, mert ő azt hallotta, hogy itt rivális született, király született, és ő nem tűr riválist, és ilyen kegyetlen volt. Ezt tudni kell egyébként azt, hogy ő nem volt zsidó, csak félig, és nem érzett együtt a néppel. Csak halkan jegyzem meg, hogy Izraelben Isten nem akart királyságot, aztán amikor azt mondták, hogy ők mindenáron akarnak, azt mondja, lehet, de akkor én mondom meg, hogy hogyan legyen. Az is, hogy ki legyen egyébként. És az egyik feltétel az volt Izraelben a király kapcsán, előfeltétel, hogy valaki király legyen, hogy nem lehetett idegen származású. Csak közülük való. És miért? Egy ékes példa erre, az idegennek nem drága az a nemzet, amelyik fölött uralkodik, de ha közülük való, talán több együttérzést tanúsít azok iránt. Megbosszulta magát itt is, nyilván nem ők akarták Heródest, a rómaiak ültették a nyakukba, de hogy ez így működik, azt illusztrálják a történtek, a történések. Most már csak egy kérdés van hátra, hogy ki lehet az a fiú, akiről itt szó van. Itt rögtön olvasom is tovább egy versével a fejezetünket. És végül szült az asszony, ugye, tehát sor került a szülésre a vajudás után, szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Figyeljük meg, hogy milyen tömör ez a vers. Az elején azt mondja, hogy szült az asszony, tehát ő megszületik Jézus Krisztus, a vége pedig azt mondja, hogy már az Istennél van, tehát a mennybe ment. Tehát egy versen belül a megváltó egész földi küldetését, hát hogy mondjam, letudja, vagy tárgyalja, talán így mondanám. Mi ebben az érdekes? Ugye azt mondja, hogy szül az asszony, fiú magzatot szül, és a lényeg az, hogy nem sikerül a sárkánynak, amit akar. Nem tudja gyermekként megölni, mert nem engedi az Isten. Ez egy külön történet, az evangéliumokban megtalálta, hogy hogyan intették meg József, és hogy a tömeges mészárlás elől hogyan tud elszökni arról a településről, és hogyan menekülnek meg. Erről most nem kívánok szólni, az idő nem engedi. Nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy ilyen tömör ez a vers, mit mond a megszületendő fiúról, azon kívül, hogy születik, meg hogy elragadtatik, mert ez a lényeg a versnek. Közben csak egy dolgot mond, hogy vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Mire utalhat ez? Hát ritkán használunk vasvesszőt. Az egy ilyen vaspálca, vagy vasbot. Ugye ahhoz mondjuk erő is kell már. Van egy olyan kép, hogy emlékszem Jeremiás könyvében, hogy a fazéknak, hogyha odaütnek, tehát a cserépedének, akkor az törik. Tehát nem kérdés, hogy a vas vagy a cserép fog engedni. Itt viszont arról van szó, hogy legeltet, a legeltetéshez hol kapcsolódik valamilyen vessző? Hát a pásztoroknak volt botja. És itt azt mondja, hogy nem akármilyen pásztorról van szó, hanem olyan pásztorról, aki vasvesszőt használ. Ezt már érezzük, hogy ez nem a barátságosságnak a jele. Hogy hogyan értsük ezt, és hogy miért ezt használja azonosításra a profécia ebben a versben, ezt az ismérvet, ezt a jellemzőt. Ugye, ha megtetszenek nézni, hogy ki lehet a fiú, odaírtam, három előfordulási helyet, ebből a középső az, ahol járunk, tehát 12-5 jelenések könyvén belül, három jelenések könyvén belül jelenik meg a vasvesszőből. A negyedik viszont a Zsoltárokban, ezt hagytam a végére, noha sorrendben hamarabb találkozunk vele a Bibliánkban. Az első és a kilencedik verset idézem a második Zsoltárból, tehát egy ugrással, de fogalmilag érthető lesz és összekötődik. Érdemes megnézni magát az egész Zsoltárt is. Így írja,
Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? És utána arról beszél, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, ahogy szervezkednek az Isten ellen a népek. És a végén azt mondja, hogy összetöröd őket vasvesszővel, és széjjel zúzod őket, mint a cserépedényt. Erre utaltam korábban, hogy hát mit tud tenni a cserép, ha vassal oda ütnek neki. Arról szól a második Zsoltár, hogy az emberiség nagy egységei, nemzetei, akik mindig harcolnak egymással, azok közös nevezőre találnak az Isten elleni lázadásban majd. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. És azt mondja, hogy mégis nevetséges az Isten szempontjából nézve, hogy az emberek szervezkednek. Hát, hogyha mindenki összefog, sincs semmi az erőviszonyokat illetően. És azt mondja, hogy az Isten az annyival fölöttük áll, hogy azt mondja, mintha valaki egy vasvesszővel a cserépedényeket tördelni össze neki, annyiba telik ez az egész. És erre hivatkozik, hogy ki a vasvessző, csak az Istennél lehet mindig vasvessző, mert ő a legfőbb hatalom, az erőn hát, ott testesül meg. Azt mondja tehát a 12. fejezet 5. verse, hogy ez az a fiú, akinek a teji hatalom adatik, aki vasvesszőben legeltet minden nemzetet, tehát mindenki alárendeltetik majd neki. És ez az a fiú, aki miután elvégzi a küldetését, ez még nem a vasvesszővel legeltetés küldetése, ez majd a végén jön, ez a fiú, ez ragadtatik Istenhez és az ő királyi székéhez. Nagyon érdekes annak a hátterében megérteni a második felét a Biblia versnek, hogy amikor született, alig, hogy túlélte. Ugye, mert erről szólt a jelenet, ez képileg megjelent János előtt. Azt mondja az 5. vers vége, hogy gyakorlatilag kiragadják a veszélyből, az egész élet egy állandó veszély és támadtatás, Sátán közvetlen támadtatása is. És azt mondja, hogy ebből a földi életből nyilván az áldozata megtörténte utánról beszélünk, de az lényeg, hogy nem marad itt, tehát meghal, de nem marad itt, mert feltámad, és utána az Isten magához ragadja, és az ő királyi székéhez. Vagyis Jézus Krisztus egy rövid időt töltött itt, tudjuk, olyan kb. 33 évet nagyságrendileg a földi történelemben. Az úgy kezdődött, amit leír ez a jövendőlés. Az lett a vége, hogy megmenekült, elmenekítették az Isten királyi székéhez. Tehát azt mondja, ezt a nagyon veszélyes, rövid, de veszélyes időszakot ő megtette, elvégezte maga küldetését, és utána kívül került újra, ahogyan kezdetben is volt, Sátánnak és az ő angyalainak a hatáskörén. Nem volt elérhető a számukra. Itt merül fel a kérdés, hogyha tetszenek figyelni, egyébként annyit elárultok talán személyesen, ez az egyik kedvenc fejezetem a Bibliában. És amikor ma készültem, nagyon hálás voltam önöknek, hogy készülnöm kell, mert újra megláttam benne dolgokat, amiket régebben nem, tehát nagyon sokat mond, majd próbálom megosztani ezeket is. Itt, hogyha tetszenek figyelni a gondolatmenetét a fejezetnek, itt felmerül egy kérdés, hogy a fiú megmenekült. Biztonságban van, ragadtatott az Isten királyi székéhez. Marad egy kérdés, hogy mi lesz azzal, aki szülte. Most nem a földi anyjára gondolok, hanem amiről itt szó volt, hogy az egyház mint olyan. Az ő követőinek, híveinek a közösség, akik közé született. Na ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert a fejezet és a profécia az erről szól. Tehát a fiú az ennyire jelent meg, egy vers erejéig. A folytatás, a hátrejövő versek, bő 10 vers, az a 12 vers, jól számolom, az mind arról szól, hogy mi lesz Krisztus követőivel, miközben ő biztonságban van az atyánál, és ők itt vannak a földön. Ezért mondtam azt, hogy ez egyháztörténelem. Tehát, hogy mi lesz az egyházzal? Az igazi egyházzal, a Krisztus követője alkotta egyházzal. Nézzük a 6. verset. Itt az előző kérdésemet fogalmaztam meg a dia felső felében, és itt kapjuk meg rá a választ. A 6. vers rögtön erre válaszol. Az asszony pedig elfutott a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. A fiú az atyához ragadtatott, az asszony meg a pusztába szaladt, menekült, futott. Mindenkinek el kellett tűnnie, hogy így mondjam. Nem tudom, hogyha a puszta szót használom, akkor mire tetszen gondolni. Itt Magyarországon általában Hortobágyra gondolunk. Azért van annál puszta is. Ugye a pusztának az a lényege, hogy nincsenek emberek. Tehát elsősorban nincsenek emberek, általában más se nagyon van. Tehát attól puszta, hogy olyan puszta minden, tehát nincs semmi. Főleg emberek nincsenek. Ez a szakasz, ez azt mondja, hogy a Krisztus követői nem találnak befogadó közegre a társadalomban, ezért el kell menekülniük a társadalomból.
János evangélium azt mondja az első fejezetben Jézus Krisztusról, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ez a világ legnagyobb ellentmondása, hogy valaki az övéi közé jön, méghozzá az Isten fia, és nem talál befogadásra. És azt mondhatjuk, hogy ha ő nem talált befogadásra, akkor ne csodálkozzanak a követői. Ő mondta is, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Azért, mert hogyha ti olyanok vagytok, mint én, azt csináljátok, mint én, nektek is az az érték, ami nekem, és nektek is az a megvetni való, ami nekem, akkor pont olyanok lesztek, mint én, és pont azért fognak benneteket is gyűlölni és üldözni. Azt olvassuk itt tehát, hogy a Krisztus igaz követői alkotta egyháznak, közösségnek, el kellett menekülni az emberi világból, és azt írja, hogy 1260 napig ott így írja, hogy táplálják. Ugye ez az izgalmas, hogy kitáplálja. Valószínűleg nem annyira fizikai táplálásról van szó, hanem lelkileg a fennmaradásról, és akkor itt Istenre utal ilyen szemétlen, az Isten gondoskodik, mert Isten őtől készített helye van. Hogyan értsük ezt az 1260 napot? Ma nem akarok rá nagyon bőven kitérni, mert a holnapi témánkban ez egy külön tétel, tehát holnap ezt bővebben fogom tárgyalni. Most csak annyit hadd mondjak, hogy a Bibliában van egy olyan elv, erről is holnap bővebben lesz szó, hogy amikor proféciákról van szó, és az időt méri a Biblia, rendszerint, nem igen tudok kivételt, vagy talán egy vagy kettő van, amikor egy napot mond, akkor az egy évet jelent. Tehát egy nap, egy év, így feleltethető meg egymásnak. Az 1260 nap az 3,5 évnek felel meg durván emberi számítás szerint. Hát ez azért nem egy olyan nagyon nagy történelmi idő, az egy elég elenyésző idő lenne. De ha azt mondom, hogy az 1260 nap a proféciák értelmében az 1260 évnek felel meg, az már nem kevés. És azt mondhatjuk, hogy ez a kijelentés nem kevesebbet állít, mint hogy Jézus Krisztusnak a földi élete, mennybe menetele után az ő visszamaradt követői, az ősegyház és annak az utódai át kell menjenek egy olyan tapasztalaton, hogy 1260 évig, ha jól értem a proféciát, és azt mondom, igen, mert több oldalon megerősíthető, alátámasztható, 1260 évig a társadalomtól visszahúzódva, a társadalomból kiszorulva, a társadalomtól megvetetten kell, hogy létezzenek. Dániel könyve, ahol szintén előfordul ez az időszak, ugyanezzel a hosszal megragadva, összesen 7 helyen fordul elő, hadd jelezem a Bibliában, majd holnap még veszünk elő ilyen helyeket, előfordulási helyeket. Dániel könyve azt mondja, hogy 1260 napig üldöztetést fognak szenvedni. Hát azért kell elmenekülniük, azért kell visszavonulniuk. Ez az időszak lényegében a középkorral azonosítható. A középkor az nagyságrendileg valóban egy ilyen bő 1000 év volt, amikor, hát ez egy történelmi tény, hogy nem a Krisztushoz igazán ragaszkodók alkották és töltötték be az egyházat és az egyházi vezetők szerepét a középkori egyházi államban, vagy államegyházban, mert így is igaz. Hogy miért ez az időszak, ezt is holnap szeretném részletezni. Időszámításunk szerint 538-tól van okunk ezt számolni, ezt az időszakot, ezt az 1260 évet. Ott egy olyan történelmi esemény volt, amikor elhárult az út a középkori egyház vezetőinek az útjából, és onnantól kezdve világi hatalommal is tudtak rendelkezni. Először kezdetve majd egyre inkább saját kézbe kaparintva azt. 1798 pedig egy viszonylag ismert évszám, nem tudom, hogy a jelenlévők mennyire ismerik. 1789 ugye a nagy francia forradalomnak a kezdőpontja. Ez fordítva van a 9-es meg a 8-as sorrendben, tehát 1798, tehát ez 9 évvel később van már. 1798-ban a francia csapatok, a forradalmi Franciaország csapatai bevonultak Rómába, és a pápát magukkal vitték, és jelképesen is, meg ténylegesen is megfosztották a hatalmától. Tehát pontot tettek, hogy így mondjam, a középkori egyház, mint hatalmi tényező létének a végére lejárt ez a bizonyos időszak, ami igen hosszú ideig állt fenn. Azért tessenek belegondolni, hogy 1260 év az nagy idő. Tehát ennyit nem igen tetszenek találni az elmúlt 2000 évben, hogy bármelyik hatalom 1260 évig fennállt volna. Ugye Magyarországnak nincs ennyi az egész történelme, hogyha azt vesszük. Közel van, de nincs ennyi. És nagyon sok országnak még annyi sincs. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kedvünkre válogathatunk itt a lehetséges jelöltek közül, akik betöltik ezt a proféciát. Itt egy valaki tölti be, főleg nyilván a tartalmi összefüggései miatt. Ez a bizonyos középkori egyházi, állami, hatalmi képződmény.
Hadd hívjam fel azért arra a figyelmet még egyszer, hogy noha kiszorul a társadalomból és üldözéseket szenved, a Krisztus igaz követői alkotta közösség, de a pusztában az, így olvasok, hogy Istentől készített helye van, tehát az isteni gondviselés kiterjed rájuk is. Nem tudom, mennyire ismerősek ezek a nevek, hogy valdensek, albigensek. Ugye az albigensek nem annyira pusztában éltek, nekik nagyon komoly virágzó városaik voltak Dél-Franciaországban, de a valdensekre abszolút igaz ez, hogy viszonylag közel éltek Rómához, ami a hatalmi székhely volt ennek a középkori hatalomnak, és az Észak-Olasz Alpokban, ugye a Kotti Alpokban, és gyakorlatilag ők olyan helyeken laktak, ami tényleg így volt, hogy nem lehetett megközelíteni könnyűszerrel, és oda is egyébként szisztematikus hát, támadásokat indítottak utánuk. Olvastam a következő szakaszt, a 7. verstől a 9. versig, tessenek figyelni. Megint aláhúztam, a később már nem minden aláhúzás jelenti, ezt próbáltam azért szisztematikus lenni, hogy megint felhívjam a figyelmet, hogy megint új dolgot lát az apostol. Tehát úgy kell elképzelnünk, hogy láttam, láttam, láttam. Ahogy én önöknek váltom a diákat, bocsánat a hasonlatért, az Isten vagy úgy váltotta Jánosnak a látomásban a látványt. Azt mondja, és lőn az égben viaskodás. Tehát azt mondja, most megint máshol terülődött a figyelme, most az eget látta, lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal. És a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vetették a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Hát az a jó, hogy már van mire támaszkodnunk. A sárkányt már tudjuk, hogy kicsoda. Most jön a Mihály, hogy ő kicsoda. Így van Jézus Krisztus. Ugye vannak olyan nézetek, miszerint egy név szerint egy másik nagy angyal fejedelem, Gábriát ismerjük. Ugye Mihály is talán ilyen. Vannak különféle ábrázolása ennek, hogy viaskodik a kígyóval, meg lóról ledöfi, meg tudom is én, tehát akkor meg tudták ezt ragadni művészek. Azt kell tudni, hogy a Mihály név, most nem néztem utána, de ugyanékszem, 5-ször fordul elő a Bibliában összesen. Szintén proféciákhoz kötődik, tehát úgy külön nem jelenik meg sehol senkinek. És az eredeti név így hangzik, hogy Miká él. Az él az Istent jelent. A Miká az azt jelenti, hogy ki olyan, kihasonló. Tehát magyarul a névnek jelentése van, és tulajdonképpen itt ez a lényeg, hogy ki olyan, mint Isten, vagy aki olyan, mint Isten. Egyébként az egész küzdelem erről szól, Luciferről, Sátánról, akiről majd itt mindjárt lesz szó itt a nevei alapján pont. Azt olvassuk az Ószövetségben, Ézsaiás és Ezékiel könyveiben a 14. meg a 28. fejezetben, hogy neki pont az volt a vágya, hogy ő is olyan legyen, mint Isten. Ki ne akarna hatalmat, mármint a felfúvalkodott és önző lényekre gondolok. Sátán nem olyan nagyszerű akart lenni, mint az Isten, hanem olyan hatalmas akart lenni. Jézus Krisztus viszont nem olyan hatalmas akart lenni, hanem olyan nagyszerű akart lenni. És ez bebizonyította a földi küldetésével, az alázatával, az áldozatával, a szolgálatával. Ezért mondja azt például a Filippi levél 2. fejezet, hogy mivel mindenre kész volt, annak okáért adatott neki olyan név, amelyre minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Tehát ő először bebizonyította azt, hogy ő olyan, mint az Isten, a belső értékeit, a jellemét tekintve, és erre fel teljhatalmat kapott a világ mindenség fölött. Az Atya ezzel ajándékozta meg, mert méltó. Sátán viszont ő a hatalmat akarta csak az egészből. Sajnos mi ezt jól tudjuk, hogy milyen, mert mi egy ilyen világban élünk, de a menny számára ez visszás volt, ezt érezték. Az itt olvasott mondat tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. Tessen megint, hogy két táborról beszélünk. Két táborról. Két vezér és két tábor. És most szeretnék hivatkozni arra, ami korábban volt, ugye a 3.-4. vers táján, most nem akarok már visszalapozni oda, ott azt olvastuk, hogy maga után vonzotta a sárkány az ég csillagainak a harmad részét. Az ég csillagait másra a Biblia, szintén jelkép, a mennyei teremtményekkel, az angyalokkal azonosítja, mint jelképet. Tehát azt mondja, hogy a mennyei udvarokban lévő teremtmények, az angyalok egyharmada, egy küzdelem kapcsán, egy lázadás során elpártolt Istentől,
és ehhez az angyal fejedelemhez pártolt. Egy olyan lázadás, egy olyan zendülés ütötte fel a fejét a mennyben, amit egy angyal fejedelem vezetett, akiről beszélünk, ugye Sátán, és nem maradt egyedül a lázadásával, nem kisebb eredményt ért el, mint az egyharmadát a menny lakóinak a maga oldalára állította. Most, hogyha egy kicsit emberi módon kalkulálok, akkor azt mondom, hogy jó, mert kettő az egyhez az arány. Nyilván az Istennek nincs szüksége túlerőre, tehát ő maga a túlerő, csak mondom. Viszont olyan szempontból nézve, hogy nem tudom hányan lehetnek, de sokan, biztos, hogy nagyon sok ez az egyharmad is, hogy ennyi teremtmény tért rossz útra, ennyi teremtményt tudott szembefordítani a teremtőjével Sátán, és mindegyik külön-külön veszteségnek számít. Jézus Krisztus azt mondta a földön jártakor, hogy ha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen. Egyért megtette volna azt közülünk, amit megtett mindenkiért, aki üdvözülni fog. Én azt gondolom, az angyalok legalább olyan veszteség az Istennek, mert hát ugyanolyan drágák neki a teremtményei. Amitől félelmetes a dolog, és nem ijesztgetni szeretnék, csak az ellenség helyén kezelésére bátorítok, hogy ne becsüljük alá, hogy mi emberek vagyunk, és minket újra meg újra becsap, félrevezet Sátán áldozatai leszünk. Mi nem ismerjük az Istent még olyan közelről, mint fogjuk, meg mint lehetne, de itt tessen mondani, hogy angyalokról van szó, akik szemtől szembe ismerték az Istent, szolgáltak neki. Ők egy olyan pozícióban buktak el, amiről mi most csak álmodni tudunk, hogy olyan közel kerülünk az Istenhez. Mekkora lehet a Sátánnak a becsapó, hitető álnok hatalma, ha ilyen helyzetben lévő lények közül ilyen sokat félre tudott vezetni és be tudott csapni. Nem félni kell tőle, csak nem szabad alábecsülni, ez két külön dolog. Nem szabad alábecsülni, de erre még visszatérek majd pont a folytatásokán. Azt mondja a 8. vers, hogy kirobbant tehát ez a küzdelem, ugye viaskodásnak nevezi. Én nem gondolnám, hogy ez fizikai természetű, az értelmetlen. Már csak a kétharmad, egyharmad miatt is, de hát főleg, hogy az Isten az, aki itt küzd. Én azt gondolom, hogy ez egy szellemi küzdelem volt. Azokat nem szabad alábecsülni, sokszor kimerítőbbek és borzalmasabbak a szellemi küzdelmek. És azt mondja, hogy kirobbant ez a küzdelem, láthatóvá vált ez a megosztottság, és ez a Biblia másolja is megerősítik közvetve, vagy bekövetkezett valami, tudnék az, hogy mivel ugye Sátán nem győzhetett, hát egyszerűen nem győzheti le az Istent egy teremtményen, nincs abban a helyzetben, ezért elvesztette a rendkívül magas beosztását. Ezt mondja, ezért mondja azt, hogy a helyük sem találtatott többet a mennyben. Tehát mivel elvesztették a bizalmukat Isten iránt, a menny is elvesztette a bizalmát ő irántuk. Bizalmi feladatot nem tölthettek be, visszavonták a megbízatásukat, nem tartottak igényt a szolgálataikra, viszont Jób könyve azt mondja, hogy bejárása továbbra is volt, legalábbis Sátánnak a mennybe ezután is. Tessenek megnézni, az első két fejezet egy nagyon érdekes leírás, és nagyon tanúságos. Tehát azt olvassuk, hogy Sátán bement a mennybe, azután egy fellázat, tehát ő már csak olyan, hogy mondjam, tehát a hétköznapiasan mondva a belépőkártyát nem kellett leadnia, de már nem tartottak igényt a munkájára. Tehát oda bement, és hát ott azzal volt elfoglalva, majd mindjárt úgyis egy olyan ponthoz érünk, ami ez egy jó illusztráció, hogy elkezdte vádolni Jóbot, aki igaz istenfélő, bűngyűlölő ember volt, hogy ez csak számításból az. Tegyük, próbáljuk ki. Vegyük el azt, amilyen van. Tegyük próbára a türelmét, a hitét. És ugye az Isten azért ment bele, mert megvádolták a szolgáját, és ő hiába mondta volna az ellenkezőjét, itt van ez a bizalmatlanság, amiről beszéltem, ez a megosztottság, és azt mondta, akkor próbáljuk ki, és mindenki meg fogja látni, hogy neked van igazad, vagy nem. És a Jób könyve erről szól, ez egy csodálatos könyv, csodálatos történet. Annyit hadd tegyek mindehhez hozzá, kicsit már átkalandoztam erre a diára, de talán még itt időznék a végénél. Tehát, hogy eleve egy kitekintés ugye a mennybe, amit láttunk, a két tábor küzdelméről beszéltem. Beszéltem arról, hogy hitető Sátán, tessenek megnézni, hogy Máté evangéliumában azt láttuk a múlt héten, ugye ma egy hete, hogy Jézus Krisztus háromszor figyelmeztet legalább arra, hogy vigyázzunk a csalásokkal, mert ez a legveszélyesebb. Sátán akkor is hitető volt, amikor megtévesztette az angyalokat és lázadásba vitte. Mindig is az volt, most is az, és működik legkülönféle formáiban, és végig az. Tehát a legvégéig az lesz. A végén ez különösen fel fog erősödni. Azt mondja például János evangéliumában, hogy Sátánról Jézus Krisztus, hogy ő hazug, és a hazugság atya, a nagymestere. Ez az ő létformája. Tehát van olyan, hogy hazudik valaki, aztán megbánja, mert belekényszerült, vagy a helyzet kihozta, vagy tudom is én. És van olyan, aki tobzódik a hazugságban. Ez a létformája.
bocsánatot kérek a hasonlatért, egyszer srácokról hallottam a rádióban valami, nem tudom mióta, amit tréfa talán, de nagyon kifejező, azt mondták, az ördögök futóversenyén az a szabály, hogy aki itt nem csal, az csal. Már bocsánat, csak ilyen logikai játék, tetszenek érteni, hogy egy fordított világ, ahol ez a normális, ami önmagában tragédia. És most érünk ide, amire már utaltam is korábban, hogy milyen nevei vannak Sátánnak. Ugye, ugye egy szeméről beszélünk, ezt jól tudni, tehát mert van, aki azt, hogy nem fogadja el, de hát egyértelmű egy szeméről van szó. Lucifer, azaz a fény hordozója volt eredetileg a neve. Nem tudom, mit jelent konkrétan, de azt érezzük, hogy valamilyen magasztosabb feladat, és hát azzal függ össze. Tehát ő egy kitüntetett, megkülönböztetett valaki volt, a Bibliából úgy ismerjük meg, más helyén ugye utalásokból, hogy valá felkent és oltalmazó kérub, hajnal csillag, csillag hajnal fia, tehát hogy egy rendkívüli képességekkel felruházott, rendkívüli megbízatásba helyezett teremtmény, gyakorlatilag a legelső volt a teremtmények között. Tehát Isten után az első volt. És azon a ponton lázadt fel, még az is kevés volt, ő Isten akart lenni. Ennek a következménye lett az, amit olvasunk, hogy Sátán lett belőle. A Sátán az egy héber szó, és annyit jelent, ami oda van írva, hogy ellenség. Milyen az, amikor valaki ellenség? Hát ez egy rossz dolog. Arról ismert, hogy ellenség. Azt mondja Jézus Krisztus, nem csak, hogy hazugság atya, hanem, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Neki ez a mestersége. Öli az embereket, ahogy tudja, részben pusztítja, és fájdalmasan, tehát a földi életünktől is, ha tud, megfoszt, vagy az épségünktől, de ez nem minden esetben következik be, de mindenkinek ugyanaz a célja, ami ennél sokkal messzebb mutat, hogy az örök élettől fosszon meg. Úgy legyen emberölő, hogy ne csak a földi életünktől fosszon meg, hanem az üdvösségünktől is. Ellenség, Sátán ellenség a szó legmélyebb értelmében, a legsötétebb értelmében, ne becsüljük alá. És itt van az a kifejezés, amire utaltam már az előbb is a jó könyve kapcsán, hogy görögül pedig, ugye a Sátán az a héber kifejezés, amit használ a Biblia, a diabolosz az a görög. Az pedig annyit jelent, ez néha lehet hallani egyébként, ezt a szót használják azért itt-ott, vádoló. Mikor valakinek az a fő tevékenysége, hogy vádol. Tehát becsap, bűnre visz, és vádol. Hát ez egy elég rossz csomag azért, nem? Tehát, hogy valaki ezt előidézi, és még utána ő jön, és mutogat újjal. Mert ugye ezt azt hiszem, a világi törvényszéken úgy hívják, hogy valaki felbújtó, és a felbújtót ezt általában nem tanúként, meg vádlóként hallgatják meg, hanem vádlottként, hogy ő bújtott fel arra az adott tetre. És ő itt a vádló szerepében akar tetszelegni, és folyamatosan vádol. Mert mindjárt látjuk a folytatásban, csak hagyj emlékeztessek, hogy Jób könyvét ebből a szempontból is tessenek olvasni, nem kell az egészet, mert 40-valahány fejezet, eszem 42, az azért sok. Érdemes, csak sok. Az első kettőt tessenek, az nem sok. És az már nagyon tanúságos. És ott ez ki fog derülni, mi az, hogy vádoló. Hogy oda megy Jobhoz, és oda megy Isten, és azt mondja, hogy ez a Jób, ez csak számításból szolgál téged. Ő is tudja, hogy nem így van, Isten is tudja, hogy nem így van, be kell bizonyítani. És ami nagyon érdekes, hogy lehet még vádolni, azt mondja az Istennek, hogy számításból szolgál, de majd meglátjuk, akkor is szolgál, ha nem lesz ilyen könnyű dolga, azt mondja, bocsásd rá a kezed, mondja Sátán Istennek, a diabolosz, és verd meg, és majd meglátjuk, hogy mit tesz. És aztán leírásból kiderül, hogy hát ilyen nincs, hogy az Isten megver, azt mondja, hogy az Isten jó, megengedem, hogy tedd vele ezt, meg ezt, amit akarsz, hozzá nem nyúlhatsz. Tehát a személye védett, de mindenét elveheted. Meg is tette rögtön. Aztán utána ment vissza, mert ugye nem jött be a dolog, persze, és akkor mondta, hogy jó, elvettem mindent, azt mondja, de azért egész más, hogyha az embert a személyében éri a baj. És nagyon megdöbbentő, amit ott olvasunk, hogy azt mondja megint, hogy vesd rá a kezed. Tehát ő úgy tárgyal az Istennel folyamatosan, hogy mind a ketten tudják, hogy hazudik, mind a ketten tudják, hogy egy álnok, vádaskodó valaki, és közvetlenül már nem csak Jobot vádolja, hanem az Istent is. És hát nem az Isten fogja rávetni a kezét. És Isten azt mondja, hogy eddig engedtem, hogy gyere, most odébb húzom a kezemet, Jobot is megverheted, de az életét nem veheted el. És azt olvasom, hogy iszonyatos betegségekkel árasztja el. Ez egy tragédia. Ebben, hogyha valaki olvassa, kérem, ne rendüljön meg, hogy az Isten megengedi ilyesmit, nem mindenkinek az életében engedi meg ilyen mértékben. Viszont nagyon sok élethelyzetben magunk is ráismertünk arra, hogy nem lehet, hogy mi nálunk is erről van szó, hogy miért érnek nehézségek, hogy az Isten meg kell, hogy engedjen néha nehézségeket, és ki kell, hogy derüljön, hogy mi csak a jó dolgunkban vagyunk hívő emberek, vagy mi magát az Istent becsüljük.
És ami vigasz lehet, hogy ezt úgy is nézhetem, hogy mi mindent megenged az Isten, meg úgy is nézhetem, hogy mi mindent nem engedett meg. Ami a kezem mögött van, amit jeleztem, hogy azt mondta, hogy eddig. És tovább nem lehetett. Aztán azt mondta, hogy eddig. Tovább nem lehetett. Tehát ennyire felügyeli az Isten a mi kiszolgáltatottságunkat. Egy olyan valakivel szemben, aki hát váduló, sok példát hozhatnék még rá, talán majd a beszélgetésben, de haladnom kell, mert az időnk is halad. Folytatom a gondolatmenetet. Nem annyira látványról szól most tetszenek látni, hanem hogy hallott valamit az apostol. Most ugye éppen egy hallott kinyilatkoztatás az, amire figyel, és mi is ővele együtt. Azt mondja, és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ugye eddig inkább a látványról volt szó. Most ugye hallotta az apostol ezt a bizonyos kijelentést, ez egy mennyei szózat. Azt mondja ez a szózat, hogy most lett meg az üdvösség és az erő, ami Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma. Mit akarhat ezzel mondani? Ha visszatérünk oda a gondolatmenetben, ahol az előbb elkanyarodtunk a mennyei látomásra, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor meghalt, feltámadta, mennybe vitetett, az asszony pedig elmenekült. Tehát az az a pontja a történelem egészének, amire mondhatja azt az angyalokkal, hogy most lett meg az üdvösség és az erő. Tudnék, Jézus Krisztusnak az áldozata visszavonhatatlanul megvalósította minnyájunk számára, szabaddá tette az utat az üdvösség felé. Innentől az egész emberiség számára kitárult egy hatalmas ajtó, hogy így mondjam, és innentől kezdve mindenki maga dönti el, hogy áthalad-e rajta, vagy nem. Akarja az üdvösséget, vagy nem. Azt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünk országa, ugye amiről Jézus annyit beszélt a földön járt, akkor előtte, hogy megáldoztatott volna, és az ő Krisztusának hatalma. Azt mondja, ez a hatalom meghalt. Ez az erkölcsi győzelem. Azt mondja, hogy a kígyó fejére taposott, így fogalmazott az Ószövetségben egy profécia. Azáltal győzött, hogy meg tudott halni úgy, hogy nem követett el hibát és nem követett el bűnt. Tökéletes győzelmet aratott. És azt mondja az angyal, hogy egyúttal, ami atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Itt van ez a bizonyos vádoló kifejezés, amiről beszéltem. Tehát azt mondja, hogy ez az egyik fő tevékenysége Sátánnak, hogy vádol. Nem tudom, hogy tetszenek olyan embereket ismerni, akik olyan kesernyések, és sok bajuk van az emberekkel. Vannak, akik állandóan vádaskodnak, olyanok is, nem? Vádol. Ez egy olyan félelmetes dolog, én ezen gondolkoztam el most ide is készülve, hogy milyen az, amikor valaki nem tud, mikor egy olyan valakivel kell együtt éljünk, akivel nem azért nehéz, mert nekem személy szerint valamit árt, hanem az a közeg, ami árad belőle, az a légkör, az elviselhetetlen. Ezért van ideírva az a 12. vers elején, hogy örüljetek egek és akik lakoztok azokban, mert most már megszabadultunk tőle. Ugye, mert ez a lényeg, ha tetszettek figyelni, hogy levettetett. Tehát egy alapvető, tehát innentől kizáratott a mennyből Sátán, már be sem mehet azóta, mert lezárult ez az egész fejezet. És azt mondja, hogy egy kettős híradás ez a mennyei szózat, amit hall János, azt mondja, hogy örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, fel lehet lélegezni. Nem kell többet elviselni ezt a lényt, akiből árad a gonoszság, a vádolás, minden, ami alantas. Lehet, hogy már minket nem érint, mert nem árt nekünk, de rossz a jelenlétében lenni, és többet nem lehet közöttünk. Ez az öröm része a dolognak. Mi az, ami nem annyira öröm? Hát a folytatás, hogy tessék nézni ezt a kettősséget, hogy örüljetek egek, és jaj a föld és a tenger lakosainak, azért emeltem ki. Hogy egyúttal figyelmezteti a föld lakóit, ugye az asszony itt van, itt vagyunk, mi is oda tartozhatunk, hogy mostantól még rosszabb a helyzet, mert itt viszont itt van, sőt most már csak itt van, most már ide korlátozódik a létezése, és azt mondja, hogy nagy haraggal teljes, eddig se volt barátságos, de fokozza a helyzetet az, amit itt olvasunk, hogy nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.
Mert hogy tudja, hogy elvesztette ezt a küzdelmet, és most már csak idő kérdése, hogy pont kerüljön ennek az egésznek a végére, és kihirdessék a végeredményt, az ő ítéletét. Tehát erről szól ez a bizonyos mennyei szózat, hogy egy alapvető változás következett be, és ennek a következményeit értékelik. Van, ahol ennek örülnek, van, ahol pedig hát még nehezebbé vált a helyzet. Két dolgot hadd emeljek ki, még tovább lépek, két tényezőt ebből a rövid szakaszból. Az egyik az, hogy a mi atyánk fiainak vádolójának nevezi őt az angyal. Az egy dolog, hogy őt az atyafiak vádolójának nevezi, de vegyük észre, hogy bennünket meg minek nevez? Atyánk fiainak. Ez olyan csodálatos szerint, hogy megelőlegezi azt, hogy mi emberek, az angyalok azt mondják, hogy ők is a mi atyánk fiai. Ugye egy kicsit régies szó, magyarul nem igen használjuk, de tessenek megízlelni. Mi az, hogy valaki nekem az atyám fia, hogy közös atyánk van. Tehát az én atyám, az ő atya is. Mi összetartozunk az atya révén. Az angyalok azt mondják, hogy azok az emberek, akik az Isten követésére adják magukat, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, és azt szerint kívánnak élni, azok nekik rokonaik az atyában. Ebben van valami megelőlegezés, valami felemelő, hogy a mennyei lények, azért, hogy még nem vagyunk tökéletesek, de erre tökértük el magunkat, erre szántuk el magunkat, atyafiaknak tekintenek bennünket, és őket is zavarja az, hogy bennünket, akik csetlünk, botlunk, tanuljuk még a hitben járást, az igaz életet, bennünket ez a lény először bűnre visz, aztán vádol, és ezt nekik éjjel-nappal hallgatni kellett a mennyben. Nem tudom, azért el tudjuk képzelni, nem azért, hogy profécia, hogy szóval mi lehetett az a közeg, milyen lehet a sátán közelében lenni. Egyszer valaki azt mondta, valószínűleg igaza volt, van egy történet ugye az evangéliumokban, amikor két vagy egy ördöngős, ugye eltérően jegyzik fel az evangéliumok, megszabadul az ő fogvatartó hát, démonoktól, és Jézus megkérdezi, hogy mégis mi a neved, mikor kiderül, hogy megszállott. És ugye gyakorlatilag egy démonnal társalog az Úr, aki fogva tartja ennek az embernek a lelkét, gondolkodását, az egész lényét, és azt mondja, hogy légió, mert hogy nem egyedül vagyok, hanem sokan vagyunk. Ugye hát nem tudom, hogy szó szerint értendő-e, akkor 5000-es volt a római légiók szervezése, tehát 5000 ember alkotott egy légiót. Tehát ha szó szerint veszem, akkor ennyi démona szállta meg ezt az embert, és azt mondta az Úr neki, hogy parancsolom, hogy menj ki belőle. És nem volt olyan, hogy nem megyek meg appelláta. Ha Jézus mondta, ő akkor is Úr, ha ezek fellázadtak, menni kellett. És egy dolgot kértek, hogy ne kelljen lemenni, mint képletesen nyilván a Föld az tömör, csak ugye fogalmilag, tehát ne kelljen távozni az emberi világból, hanem hogy a disznónyájban mehessenek, ott volt egy disznónyáj, ezt meg is ölték. Beléjük mentek, megőrültek az állatok, lerohantak a magaslatról, a tengerbe megfulladtak. És azt mondta egyszer valaki erre, és teljesen igaza van szerintem, hogy nem mertek vissza se menni, talán dolguk végezetlenül, vagy ki tudja, hát inkább maradtak volna, és inkább ezt a megoldást választották, mint hogy visszamenjenek a saját előjáróikhoz, hogy így mondjam, a gonosz lelkek, a démonok előjáróihoz. Hogy milyen lehet ott, ahol a gonoszságban csak egy közös nevező van, a jó elleni lázadás. Nem hiszem, hogy nagy békesség uralkodik ebben a táborban, a démonok táborában. Egy közös pontjuk van, hogy elvesztettek mindent, mert sátánt követték, az Isten ellen pedig fellázadtak, és küzdenek, amíg lehet, tudják, hogy kevés idejük van, nem csak sátán tudja mindnyájan, és ezért pusztítanak, ahogy tudnak. Ehhez képest mit tehetünk mi emberek? Csak gyorsan egy utalás itt a 11. versen, nem akarom kihagyni azért. Azt mondja, hogy legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Jézus Krisztus úgy tudta legyőzni sátánt, hogy földi értelemben belehalt. Jobb úgy tudta megmutatni azt, hogy minden körülmények között ragaszkodik az Istenhez, hogy majdnem belehalt. Azért nem halt bele, mert az Isten azt mondta, hogy nem engedi meg. De iszonyatos betegséget bocsátott rá sátán. Azt mondja a Biblia, hogy nem minden ember életében történik ez így, de sokak életében történt már, most is történik, vannak olyan országok, ahol a hitükért embereket megölnek, a keresztény hitükért, az Isten adott hitükért, és lesz még ilyen a keresztény országokban is, ahogyan erről már itt esett szó a sorozatban, és azt mondja, hogy az ember így módon tudja azt megmutatni sokszor, ez a körülményt az Isten megenged, hogy mi a fontos a számára, és hogy az mindennél fontosabb a számára. És ne riadjunk vissza ettől, ahogy a mennyben elszenvedték sátánt, úgy itt is el kell szenvednünk magát ezt a tényt,
és meg kell küzdeni vele, és ez a küzdelem ez ölthet olyan méreteket is, hogy akár az életünkbe is kerülhet. A 13. vers szerint, 13. és 14. vers szerint, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre? Tetszenek figyelni, tehát ugyanott tartunk, mint az előbb. Kimondta a szózat, hogy levettetett, tehát hogy egy történés van, egy új helyzet állt elő. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Tehát azt mondta az angyal, hogy a küzdelem eldőlt, a viaskodás eldőlt, ami ugye az elején kezdődött. Tudjuk ki a vesztes, ki a győztes. A probléma az, hogy nincs vége a háborúnak. Egyszerűen azt is hallottam, és valószínűleg ez is igaz, egy szakértő mondta, valaha állítólag, ilyen közvetítésre hallottam, hogy minden háborúnak az a szakasza a legdurvább, amikor már mindenki tudja, hogy mi az eredménye. Tehát eldőlt, de még nincs vége. És onnantól kezdve a vesztesnek semmi nem drága. Mert neki mindegy. És itt ez a helyzet alakult ki, és ez 2000 éve tart. A Biblia szerint 6000 éves a történelmünk, és ebből az egyharmad, az utóbbi 2000 év, az úgy telt el, amit itt olvasunk, hogy Sátán szembesült azzal, hogy veszített, eldőlt az a küzdelem, amiben ő belekezdett, levetetett a földre. A fiú az atyához ragadtatott, amíg itt volt, tette, amit tett, a maximum annyit tudott elérni, hogy meggyötörte a kereszten, de nem tudta rávenni, hogy hibázzon, és onnantól kezdve, tehát mihelyt Jézus meghalt, kicsúszott Sátán kezéből. Nem érte el a célját, mert nem ez lett volna az ő célja, hogy egyszerűen megöli. És itt maradt ezen a földi páston, hogy így mondjam, bocsánat ezért a szakkifejezésért, ebben a küzdelemben itt maradt a sárkány és az asszony. A Krisztus követői alkotta egyház. És a sárkány elkezdte üldözni az asszonyt, aki a fiút szülte. Ez maradt neki bosszúnak. Nem tud mit tenni. Isten elérhetetlen magasságban is levettetett onnan. A fiú is ott van, nem tud mit tenni. Nem véletlen az, hogy az utóbbi 2000 évben olyan durva támadások érték azokat, akik Krisztust őszintén akarták követni. Nem véletlen. Mert ez a Sátán bosszúja Krisztus ellen. Azt mondja az ige, hogy aki titeket bánt, olyan, mintha az ő szemefényét bántaná. Ezt mondjuk az emberi rossz akaratra, meg a támadásokra mondja, de ezt Sátán is tudja. Hogy Krisztus az ő követői életében dicsőítetik meg, gyaláztatik meg adott esetben, ha úgy alakul ez az élet, de az ő követőiben lehet neki a legnagyobb fájdalmat okozni, mert szereti őket, és hogyha ők szenvednek, akkor ő is szenved. És Sátán közvetve tud mások neki fájdalmat és szenvedést okozni, és ezt próbálja meg. Ezért kezdte kergetni az asszonyt. A 11. vers azonban így kezdődik, hogy de. Az asszonyt nem ragadta ki a világból az Isten. Azt olvassuk máshol, hogy nem azt kérem, ugye a főpapi imában, János imában, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem azt kérem őket, hogy vedd ki őket a világból, az képtelenség. Ők a világ sója, ott kell, hogy legyenek, hanem hogy tartsd meg őket a világban. És azt mondja, hogy nem vehette ki őket a világból, de adott neki két nagy sasztány, hát ez egy jelkép nyilván, hogy a kígyó elől el tudjon menekülni a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Az időt évnek véve ez 3,5 év. Egy idő, két idő, tudnék itt kettes számban, ugye a magyarban nincs ilyen, de itt van. Tehát egy idő, két idő és fél idő, az 1, 2 meg fél, az 3,5 év. 3,5-szer, ha kitetszenek számolni a 360-at, az 1260-at fog kiadni. Tehát az a lényeg, hogy ugyanarról az időről beszélünk, mint az előbb, csak más a megfogalmazása. És ugyanazt mondja ki, hogy a pusztába Istentől készített helye van, hogy ott tápláltassék. Tehát azt mondja, Istennek gondja volt rá, hogy a középkor évei alatt, bő 1000 év alatt, 1260 év alatt fennmaradjon az igaz követőknek a folytonos sora, fennmaradjon az Isten ismeret, hogy lelki táplálék jusson, másolták a Bibliákat, fordították, ahogy tudták. Tehát az egy csoda, hogy a középkori totális hatalom ellenében, amelyet hát gyakorolta az államegyház, amely fel akart számolni minden mást, és eretnekségnek titulált minden mást, Bibliákat nem fordítottak, ami fordítás volt, azt megsemmisítették, ha mégis valaki bátorkodott ilyesmire. Ugye zsinati szinten tiltották be a bibliaolvasást, ez egy eléggé furcsa dolog, ha meg tetszem gondolni, hogy egy kereszténynek mondott közösség betiltja a bibliaolvasását.
Hogy mi a jelentőség, azt egyébként értjük, ha megtetszettek nézni a Luther című filmet, itt ugye vetítettük is. Luther elolvasta, ezt mi lett belőle. Ugye elolvasta, azt mondta, hogy ez nem az, tehát ami itt van, az nem az, és megpróbálta reformálni a dolgokat, és az lett a vége, ami lett. Valóban gyökeres átalakulás lett a vége. Azt olvassuk itt tehát, hogy még elszántabban, hevesebben támadt a sárkány az asszonyra, amelyik a fiút szülte. Az asszonynak segített az Isten elmenekülni, túlélni itt a földi közegben, ugye itt a valdensekre, albigensekre már korábban utaltam, és ezzel együtt nem ér véget a küzdelem, így folytatja, már az utolsó verseknél járunk, és bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa, tehát hogy elragadja, így kell értsük. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Nagyon érdekes, hogy azt olvastuk, hogy üldözte, az Isten segített, sasszány, puszta, tápláltatás 1260 év. De nem adja fel a kígyó, vagy a sárkánya, ahogy tetszik. Azt mondja, hogy olyan üldözést támasztott az asszonnyal szemben, mint az árvíz. Ugye azt mondja, hogy mint egy folyóvíz. Tetszett tudni, milyen, amikor megy a víz. Szokták mondani, hogy ha már választanék, akkor inkább a tűz, mert ott lehet valamit csinálni, a vízzel szemben nagyon nehéz. Mindenhova eljut és elsodor. Azt mondja, egy ilyen félelmetes erejű üldözés támasztott, ez tényleg így volt a 16.-17. században folytak még ezek a nagyon kemény üldözések, ott, ahol évszázadokig el tudtak rejtőzni a valdensek, ott benyomultak és lemészárolták őket, az észak, az olaszországi hegyvidéken, ugye a Kotti-Alpokban. És azt olvassuk itt a folytatásban, hogy Isten megint beavatkozott és segített az asszonynak, tehát az ő hívei közösségének. Ezúttal pedig olyan módon, és nagyon érdekes a kép, hogy ugye folyóvízzel ábrázolja az üldözést, és azt mondja, hogy maga a föld lett segítségül, hogy megnyílt, és a víz nem tudott folyni abba az irányba tovább, elnyelte. Hát nyilván itt valami képies dologról van szó, valami jelképről, és így megakadályozta azt, hogy a sárkány által utána bocsájtott folyóvíz, az asszony után bocsájtott folyóvíz, az elvégezze a munkáját, a dolgát. Az a kérdés, hogy hogyan segíthetett a föld az asszonynak. Időben is érdemes figyelni, utaltam is rá, 16.-17. század már ugye ezek a nagy kemény üldözések a valdenseken, akiket említettem. Nem tudom, mennyire tetszenek tudni történelmileg, mennyire ismert önök erőt, hogy a földnek, mint olyannak szerepe volt abban, hogy menedékre találjanak a protestáns hit követői. Igaz, hogy nem ennek a földnek, ahol mi vagyunk, mármint, hogy nem az európai felén a dolgoknak, de felfedezték ugye az új világot 1492-ben Kolumbusz. Eleinte nem használták ki, aztán múltak az évtizedek, évszázadok, és lassan, fokozatosan egy-két évszázad alatt egy új lehetőségként merült fel, és először nem a szerencsevadászok mentek oda. Ugye Amerika arról vált híres, hogy oda mindenki szeretne eljutni, mert ott érdemes lakni, ott jó lakni, könnyű az élet, stb. Stb. Mai napig ugye vonz embereket. Ez kezdetben nem így volt. Az első bevándorlók rendre éhen haltak. Nem bírták ki a telet. Messzire vezetne, most nem tudom illusztrálni, szóval az a lényeg, hogy nagyon nehéz idők voltak eleinte. Aki oda elment, az sokat kockáztatott és nagyot vállalt, és nagyon kemény életfeltételeket vállalt. És a legelsők, akik mentek, a legelsők között, akik mentek, azok az úgynevezett zarándokatyák voltak, akik azért mentek el Európából, mert azt remélték, hogy ott békén élhetik meg az életüket és a hitüket, a saját lelkiismeretük szerint, és oda nem fog utánuk nyúlni az a hatalom, ami Európában mindenhova bejutott, mint a víz. Ugye minden részébe Európának és Európa, az európai hatalmak fennhatóságát álló országoknak. És azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon lényegre törő megragadása a valóságnak, hogy az Isten, hogy egyrészt olyan volt az üldözés, mint a víz, tényleg, és másrészt pont az állta útját az üldözésednek, hogy egy hatalmas víztömeg túloldalán egy olyan földet mutatott meg Isten a kellő időben. Ez nagyon érdekes, hogy pont akkor találták meg. Gondviselésszerűnek érzi az ember, amikor a legnagyobb szükség volt már erre, és gyakorlatilag az új világ, az észak-amerikai földrész jelentett menedéket az Európában üldözött másként hívőknek, másként gondolkodóknak, protestánsoknak. Erre utal minden bizonnyal a 16. vers, amit olvastam.
Ugye azt mondja ez a vers, hogy megnyitotta a föld a száját, elnyelte a folyóvizet, tehát vége. Tehát leálltak a dolgok. Az a kérdés, hogy hogyan tovább. Olvasom, ez az utolsó versünk mára, de nagyon sokat mond. Két változatban is megvan, azért tetszenek így látni, nem hibáztam, hanem a felső Bibliában, a Károly Bibliát mutatom önöknek, a szövegét. Arról pedig egy kicsit pontosítottam, így érthetőbb a szöveg és pontosabb. Felolvasom mind a kettőt a rendkedvéért. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Egy picit hadd pontosítsam, tehát alá is húztam a lényegi részeket. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút készítsen egyebekkel az ő magva maradékából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Azzal hadd kezdjem az első szóval, hogy megharagúvék. Ez olyan érdekes, hogy eddig nem haragudott? Hát más sem olvastunk, nem? Tehát, hogy tombol a gyűlölet, a bosszú vágy. Azzal, hogy kicsúszott a kezéből a lehetőség, tehát hogy voltak, akik el tudtak menekülni, és tovább létezik a szabad hit, a Krisztus szerinti hívő élet, ez új haragra, még jobban feltüzelte a sátán haragját, tehát ahelyett, hogy csitulna ezzel és lezárulna ez a küzdelem, épp az ellenkezője történt, még inkább feltüzelte a küzdelemre sátánt, egyszerűen azért, és itt értjük meg, hogy sátán levettetett erre a földre, és egy célja van, ez az Ószövetségben is így volt, hogy kiirtani az írmagját is annak, ami az ő gondolkodásától, az önzéstől idegen ezen a földön. Tessék megnézni az Ószövetséget, ott fizikailag támadták folyamatosan a zsidó népet, a környező népek. Sátán megpróbálta ő fizikailag megsemmisíteni az Isten választott népét. Nem sikerült, mert az Isten meg mindig besegített, amikor tehette nekik, és megmentette őket. A kereszténység évszázadaiban pedig ezek a mondhatom így, hogy kőkemény, nagyon-nagyon kemény keresztény üldözések következtek. Először a Római Birodalom részéről, ugye az őskereszténység idején, aztán ez öröklődött, átszállt minden egyébbel együtt, ami Rómáról átszállt, a középkori államegyházra, ugye a római egyházra, amelyik nagyon kemény üldözéseket folytatott az úgynevezett eretnekek ellen, akik nem úgy hittek, ahogyan szerinte kellett volna. És ezeket az üldözéseket láttuk eddig, amelyek mind haragból születtek, és a bosszú vágy motiválta a sátánt, és gyakorlatilag mindig az volt a célja, ugye ezt akartam itt megállapítani tanúságként, hogy fizikailag semmisítse meg azokat, akik kilógnak abból a sorból, amit ő látni akar, akik hozzá képest mások, akik a Krisztus életelvét vallják, követik, akik Krisztus tekintik uruknak és nem őt. Tehát sátán itt egy homogén világot akar, az önzésben és a bűnben homogén világot, és szúrja a szemét, és az útjában van minden és mindenki, aki ebből kilóg és ehhez képest más. Kik ezek? A pontosított fordításra hivatkozok most már csak, tehát az alsóra. Azt mondja, ezek az asszony magva maradékából valók. Tehát az asszony magvából valók, vagy a magva maradékából. Ugye a magva az azt jelenti, hogy hát múlnak az évszázadok, új nemzedékek jönnek, egy kicsit formálisan is átalakul, hogy milyen közösségek alkotják éppen azt, akik tovább viszik ezt a hitet, az eredeti tiszta hitet. És azt mondja, hogy itt azonnak is már csak a maradékáról beszélünk. Tehát egy leszűkült egy kör, hogyha megtetszenek nézni. Tehát nem hadakozik, hanem háborút készít. Mi a különbség? Ugyanaz lesz a vége, de most nem abban a stádiumban vagyunk. Tehát a háborút készít, az azt jelenti, hogy most lehet, hogy nem háborúzik, de arra készül, mert nem adta fel. Nagyon is háborúzik, csak előkészületeket igényel, ezért háborút készít. Egy olyan csoport ellen, akiket így határoz meg a Biblia, hogy akik egy hívő maradéka azoknak, akik itt évszázadokon át képviselték az Isten igazságát, és két ismérvet használ ezzel kapcsolatban. Igen, itt már szintén részben erről beszéltem, most járunk a két ismérvnél, tetszenek át, ezzel előbb ezt emeltem ki vastagon. Isten parancsolatait megőrzik. Nagyon érdekes, hogy a kereszténység nem igen veszi komolyan az Isten parancsolatait, ha tetszenek tudni meglátni. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a zsidóknak adatott, az egy olyan régi dolog.
Aztán vannak, akik azt mondják, hogy nem, de nem pont úgy gyakorolják. Erről itt azt hiszem volt szó össze, most csak hivatkozni tudok rá röviden, hogy például Dánielnél olvassuk azt, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Egy látszólag keresztény hatalom a középkorban. A második parancsolatot törölték, a negyediket, ami eredetire negyedik volt, azt megváltoztatták, az egészet felléptették, a tizediket kettéosztották. Hát ez minden csak nem a megtartása a parancsolatoknak. Igen, erről emlékszem, idéztem is itt az egyik protestáns KT-ból, hogy éppen azzal mutatja azt, hogy milyen nagy az egyház hatalma, hogy megváltoztathatta a parancsolatot. Hát ugye ez egy kétesélyes dolog, hogy hát vagy azt jelenti, vagy az ellenkezőjét, hogy égbe kiáltó bűn történt, hogy valaki belekontárkodott az Isten törvényébe. Az egyik ismér tehát az, mi nem egy tág köre az embereknek és a hívőknek, akik szerint még érvényben vannak az Isten parancsolatai, és nem csak nyilatkoznak ez ügybe, hanem őrzik, amiben benne van az is, hogy ahhoz tartják magukat, akik gyakorolják. A másik ismérv egy eléggé nehezen érthető szerintem mai fejjel, mai nyelvhasználattal, Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele. Én is bajban lennék, ha a Biblia nem azonosítaná. Tehát ez a harmadik pont itt, ez a második pontnak egy alpontja lenne, egy idézet, hogy mit is ért ezen, hogy Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ugyanott jelenéseknél, csak a 19. fejezet 10. versében ezt tetszenek olvasni, mert a Jézus bizonyságtétele az a prófétaság lelke. Hát nem tudom, mennyivel értetőbb, de én közelebb vagyok a megoldáshoz, én örülök neki. Azt mondja, hogy mi a bizonyságtétele, hogyha valaki bizonyságot tesz valamiről vagy valakiről, azt jelenti, hogy valaki felvállalja, valaki igazolja, azt mondja, hogy igen, ez hiteles, ez jó, szerintem is. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus azzal fejezi ki azt, hogy egy adott emberi közösség, egy adott gyülekezeti közösség, asszony idézőjelbe, tehát mint jelkép, hogy hiteles és az övé, és hozzátartozik, hogy ott megjelenik, ugye itt legalábbis ebben a korban ezt írja, hogy ez az egyik ismérve, ami itt megjelenik, hogy a prófétaságnak a lelke. Az a lelki ajándék, ugye az apostol ezt így nevezi, hogy valaki profétál, ami eleve kettős jelentésű, hogy magyaráz valamit. A profétálás az jelenti azt is, hogy ismert kijelentés magyarázata, kifejtése, hogy mit akar azzal az Isten mondani. Vagy a másik ilyen jelentés ennek a szónak az, hogy az eredeti, a klasszikus, amire mindenki gondol, hogy az Isten kijelentést ad valakinek, olyat, amit eddig még nem adott, de szükség van rá, és a népét vezeti. Például az Ószövetségben voltak proféták, azt tetszenek tudni, és nem azért voltak proféták, hogy legyen Bibliánk. Fordítva. Azért voltak proféták, mert az akkori népnek szüksége volt isteni vezetésre, ezt úgy kapták, hogy arra alkalmas szemét az Isten kiválasztott, és általa üzent a népnek. És a profétáknak az üzeneteit leírták, vagy ők maguk leírták, hogy ebből lettek a bibliai könyvek. Nem minden proféta írt könyvet, és nem minden, amit mondtak, került be a Bibliába, mert nem feltétlenül volt egyetemes érvényű, tehát az egész történelemre igaz. Például van egy olyan, hogy Nátán proféta Dávidnak kortársa volt, tudjuk, hogy proféta volt, tudjuk, hogy milyen üzenetei voltak a király számára. Ilyen könyv nincs a Bibliában, hogy Nátán könyve, mert nem volt olyan kijelentés, amit az Isten oda küldött volna, oda ítélt volna a Biblia közegébe vagy körébe. Itt is arról van szó, tehát hogy azt mondja ez a szakasz, hogy két fontos ismérv különbözteti meg ezt a maradékot az Isten követői között, ugye mindenképpen a protestánsok körében keresendő, mint formáció legalábbis. Az egyik az a parancsolatok komolyan vétele és őrzése, még egyszer mondom, ez egy szűk kör, ha megtetszenek nézni a kereszténységet. A másik pedig az, hogy megjelenik az a sajátos jelenség, az az adománya az Istennek, hogy kijelentéseket ad azért, mert szüksége van rá ennek a népnek ebben a nehéz időben, és egyúttal azt bizonyítja, hogy itt tényleg működik az Isten, működik a Szentlélek. Ezzel zárult át a 17. vers, és megint csak visszatérnék oda itt a befejezésben, hogy a befejező gondolatok kapcsán, hogy tehát azt olvassuk, hogy ő háborút, mármint Sátán háborút készít most is, tehát nem adta fel, csak szüksége van előkészületekre, mert egy új helyzet teremtődött, ott nem tudta folytatni. Tehát egy abszolút lehetetlen helyzet alakult ki. Isten adott időt a fellélegzésre, évszázadokat a hívő embereknek, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell számolni az ellenség létével és fokozott haragjával. És erről szól a folytatás, a 13. fejezet, hogy hol talál magának eszközöket. Erről nem tudok most bővebben szólni, talán annyit hadd mondjak el,
már a következő alkalmunk ajánlása, ez az utolsó dia, most már itt hagyom. Csak annyit hadd meg a 13. fejezetről, hogy ha eltetszenek olvasni, tehát a soron következő szakasz, azt most már nem tudom beépíteni, az idő nem engedi, ott azt látjuk, hogy két eszközt talál magának a sárkány. Az első az egy egyházi jellegű hatalom, a második az egy polgári jellegű hatalom. Az elsőről azt tetszenek majd látni, hogy ismérvei vannak, és azok nagyon ismerősek, hogy ez már volt, ez nem valami új dolog. Azt is írja, hogy ez az a hatalom, amelyik látszólag halálos sebet kapott, lásd 1798-as év, amiről beszéltünk, a középkori egyház úgy tűnt, hogy végleg hatalmát veszti, és azt a hatalmát már soha nem fogja birtokolni. Ehhez képest újra feltűnik, így írja szó szerint a 13. fejezet, hogy meggyógyul a halálosnak hit seb. Tehát újra visszatér a régi hatalmába ez a nem csak lelki, vagy nem annyira lelki, inkább nagyon is világi hatalmi jellegű képződmény. A másik tényező pedig talán ennél is nagyobb meglepetés, ott pedig azt olvassuk, hogy a földből fog támadni egy hatalom. És most tudjuk, hogy mi a föld, mert most beszéltünk róla. A föld az egy helyen kerül elő a Bibliában így jelképként, amikor a középkorban menekülési hely, vészkijárat, menedékhely volt a középkori hívő emberek számára az új világ. Azt mondja a Jelenések könyve a saját jelképeit következetesen használva, hogy a sátán eljut oda, hogy ami régen az ő előle való menekülés szempontjából menedékhelynek számított, azt ő a saját fellegvárává tudja tenni, és a következő üldözésnek már az lesz a kiindulási pontja és a központja. Nem kevesebbet állít át a 13. fejezet, mint hogy onnan indul majd ez a bizonyos támadás, és hogy a régi egyházi intézményt, amit ő korábban is üldözésre tudott használni, azt újra használni fogja majd. Ez igényelt előkészületeket, méghozzá a bibliai proféciákat tekintve egy olyan 200-300 év előkészületet. Történelmi méretekbe kell gondolkodni. Erről szólt tehát a 17. vers, erről szólt a fejezetünk is. Az időnk lejárt, nem tudtam, hogy hogy fejezem be, én egy kérdést írtam ide magamnak, hogy önöknek is tetszett ez a fejezet, mert szerintem nagyszerű, nem? Tehát, hogy ennyi minden legyen benne, hogy elindul a mennytől, ugye mert egész addig ment vissza, hogy a mennyben hogy kezdődött, minden fontos nagy állomáson végigmegy. Én azt szoktam mondani, hogy nekem a Biblia mellett az egyik legfőbb bizonyság, egyebek mellett, hogy itt Isten eredetű, az az, nem a szépsége, a jósága, a proféciák is, ez mind hatalmas. Nekem egyfajta bizonyosság ad is, hogy a lényeglátás hogyan jelenik meg a Bibliában. Hogy ember hogy tudná kiemelni a történelem lényegét 17 versben, nem? Erre csak az Isten képes, hogy ezt megragadja. És én azt gondolom, hogy láthattuk azt, hogy milyen nagy dolgok történtek itt. A fejezet segített meglátni, hogy mik a nagy dolgok a múltban, mik azok, amik még várnak ránk, ugye itt már a végén utaltam rá. És ehhez képest ezt úgy gondolom érdekes a folytatás is. A következő, a soron következő alkalmunkat ajánlom, tehát itt tetszenek látni, profétikus időszakok a Bibliában, a 2300 év, a 490 év és az 1260 év. Három nagyon komoly és jó nagy időszak tetszenek látni. Egy fél évezredes, egy és egy negyed évezredes és egy két és egy negyed évezredes időszak. Azért is érdekes ez, mert azt mondta Máté 24 kapcsán, hogy Isten sokszor eseményszerűen mondja el a jövőt, egy sorrendet mond például jelekre nézve, és nem időpontokat, de nem csak ez igaz, máskor pedig van olyan, hogy az Isten egész határozatlan időszakokat állapít meg, és mert holnap meglátjuk, remélem minnyáján eljönnek, és remélem ugyanazt fogják tapasztalni, mint én, amikor ezeket először megláttam és megértettem, hogy csodálatos, hogy ezek hogyan valósultak meg a történelem, és milyen pontosan, hogy az Isten megmondta. Többet most nem mondhatok, ez már az ajánló volt, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor holnap várunk mindenkit szeretettel.